Nyugi, nyugi, ez még csak a 66. rész, nem a 666. Nem, menj vissza szépen. Sziasztok, gyerekek! Ma egy izgalmas esti mesét mondok el nektek. A címe Kalandpályadoráló 66. rész, a halál labirintus. Egy történet a bátor Csabusáról, aki végigjátszott egy labirintust csalás nélkül. Egyszer volt, hol nem volt, a Répahegyen túl, ahol a malacok almát túrnak ki a földből, de még azon is túl, a kenyérdagasztókon túl, a dinnyefejű tejfölös képveken túl, hol a fagyott kék madarak élnek, egy kezdőszoba. Ebben a kezdőszobában volt Csabusa. Így kezdünk. Hú. Látványos ez a nagy száj. De meg akarna enni. Milyen szabályok? A készítő Peti 0201. Nem, lehet 0221. Oké, megy az olvasás. Nyugtatta magát Csabusa. És vajon mit mond nekünk? Azt mondja, üdvözöllek a halál labirintus pályámon, remélem sokszor megijedsz és eltévedsz. Jó kóvágást. Hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz-e köze a könyvhez. Ugye van egy ilyen KJK könyv, kalandjáték kockázat. Nem lesz hozzá köze. Csabusa izmos karjával megnyomta az első gombot. Mi? Ez van ideírva? Izmos kar? Na jó. A következő kiírás jelent meg. Szabályok. Ne törne építs, játsz kalandmódban beállítva, játsz könnyűn, zenét kapcsolt ki, minden más hangot 100%-ra, fényeket vedd minimumra, ne használj parancsokat, ne használj spam pointot. Meg egy liter bócör. A könyvmódnak sosem csapda, az mellé küldetés. Egy mellé küldetést egyszer csinálhatsz. Ha meghalsz, érdemes kilépni, mert előfordulhat, hogy nem látod a mobokat. Igen, igen, sajnos. Kivéve az utolsó feladatnál, mert ott mindig látni fogod őket. És akkor indítás, de én be akarok nézni a szájba. A fogorvos lelkületű Csabusát jobban érdekelte a száj. Itt egy labirintus van? Oké, akkor inkább megnyom azt a gombot. De hősünknek hamar inába szállt a bátorsága. Hehe, most hol van az izmos kar? Nem csinál semmit, végig kell mennem azon a labirintuson. Nyafogott Csabusa. Majd elrejtett ide valamit. Másik oldalon. Úgy tűnik nem. Hát akkor labirintus. Mondjuk is mit vártam, hiszen ez a... Ó, banyek. Hősünk egy pillanatra nem figyelt, és már is csapdába esett. Hát ez most akkor kampó. Jó. Oké, ez tetszik, hogy tényleg egy labirintus csapdákkal itt volt, aha, akár nem át lehet ugrani. Ugye? Azt hiszem, sikerült átugrani. Azt hitt, hogy kint van a vízből. Figyeljetek csak, megint elkövette azt a hibát, hogy nem nézett körül. Júj! Ja, anyek. Szóval, tetszik ez, hogy tele van csapdákkal, de építették volna a környezetet egy kicsit jobbra is. Láva öngyilkossághoz. Ó, mert hogy zsákutca. Tip, 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 tip. Van egy olyan érzésem, hogy csak arra kell menni. Hopp, csak nem szabad beleesni a lyukba. És hősünk megtanulta, hogy mindig legyen figyelmes. Sem nagyon figyelek. Egy láda. Egy kis felszerelés. Jó. Jaj, majdnem belementem. Jaj. Szintén. De arra nem is lehet menni. Ott egy mellékküldetés. És... Csak
apusának támadt egy ötlete. Oké, hát, hogy vissza kéne menni, és van valami lövős cucc. Lőjek át a lábán. Megnézte a másik oldalt is. Nem hallok gombkattanást. Még lehet azért is, mert nem találom el. Akkor... még egy kicsit kóvályoghatok. Ezt kéne kikerülni, vajon? De megint nem nézett körül. Sikerült, és ez a zsákutca. Banyek. És megint leesett. Hát ez fantasztikus. Másodszorra már sikerült megnyomni a nyomólapot, és a másik pillanatban már az életért küzdött, az izmos életért. Csak sikerült. És elteleportálódtam, jaj! És itt kapásból kinyírnak. Nem jó. Nem mondom. Tényleg nem egyszerű pálya. Szóval ezért számolja a halálokat. Jaj. Aztán még nem nagy esés. Oké. Add át. Jó, vagy úristen, azt nem túlugrok. A terem olyan Csabusa talált egy páncélt. Most van páncélom is, de nem sokat érek vele, mert mindenhol lába van. Nem nagyon látom a folytatást. És zsákutcának tűnik. Tanulság, gyerekek! Hiába vannak izmos karjai egy oroszlánnak, ha nem tud ugrani. Jó. És erre tovább menjek. Érdekesebbre csinálta volna, mondjuk szélesebb a folyosó, meg nem csak egyféle blokk van mondjuk, hanem egy kicsit díszíti is. Akkor sokkal érdekesebb lenne ez a pálya. Tényleg az a baj, hogy ez az egyforma terep, ez ettől hamarabb elmegy az embernek a kedve. Csabusa kóvájgott. És kóvájgott. És kóvájgott. És nem nézett körül alaposan. Júj, kizontam a világból. És ott látok valamit, egy pillanatra láttam, hogy néz ki a pálya. De sajnos nem segített. A kitartó kóvájgás nem maradt jutalom nélkül. Ez nagyon sok volt, rengeteget elbókláztam. Ez a rész eddig nem volt, az ötlet jó volt. Még nem ért véget a megpróbáltatás. Csabusa a láthatatlan csontvázak láva labirintusába került. Egy csapda. Ez megy fokkal jobb, hogy... ez mi volt? Én nem mondott, hogy láthatatlanok. Ja persze a bug. Akkor kibelépek. Most se látom. Jaj, éled. Kaja! És most komolyan nem fog égni. És itt már volt egy checkpoint, vagy spawn point, tök jó.
Ó. Oh. Ez elég szivatos rész. Hősünk ezúttal is megtalálta a kijáratot. Nagyon kreatív, de... Nem szivatos. Ó, ez a kijárat... Ugye... Víz. Ezt nem hiszem el. Ez jó volt. Tehát Csakusa azt hitte, hogy eloldhatja magát csak úgy. Nézzük meg még egyszer. Víz. Ezt nem hiszem el. Jó. Ez olyan ötletes volt. Az ember ugrik a vízbe, azt nincs is a talaj. Újabb harc vette kezdetét, de Csabusa a maga félős módján ismét helytállt. Inkább tudod ijaddal húzni, nem? Leesed, ugye? Ez az. És akkor itt ugorjak át. Jaj! Most akár van egy kis esélyem. Ez az. Nincs több, ugye? Ez mi volt? Biztos megöltem az összeset, azért teleportáltam el. Ott van valaki. Az alagút végén egy alak várta. És Peti az. Köszönöm, hogy végigjátszottad a kalandpályámat. A YouTube csatornámért kapta nevemre. Tesztelő Milka Csoki 98. És van egy eredény és egy vége. Nézzük az eredényt. 5 halál alatt profi, illetve 6 halál alatt profi. 21 halál alatt halál haladó. Tehát én halál haladó vagyok. Aztán közepes, kicsit jobb, mint a noob. 101 fölött meg noob. Jó, vége. 5 halál alatt teljesítetted a 3 labirintust. Remélem jól érezted magad. Ez volt a halál labirintus. Egy olyan pálya, ahol nem volt semmi történet. Sajnos nem volt semmi magyarázat, hogy hol van ez a labirintus, és miért kell végigmenni rajta, mi a főhős célja. A játékmenet ötletes volt. Tulajdonképpen arról szólt a pálya, hogy legyél ügyes és figyelmes, és minél kevesebb halállal juss el a végéig. Viszont a díszítés nagyon szerény volt. Gyakorlatilag nem is volt díszítés, csak azok a blokkok, amikre szükség volt. A játékmenet adott egyedül egy kis hangulatot. A díszítés és a történet sajnos ezt nem erősítette tovább. A csapdák egész ötletesek voltak, de lehetett volna még több és ötletesebb. A redstone látszólag jól működött. Ha egy kicsit jobban kidolgoznánk, és adnánk hozzá történetet, és szebb környezetet, ez egy érdekesebb alkotás lenne. Ha ez a pálya hosszabb lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Jó éjszakát, gyerekek! Ezt nem hiszem el.